Albert Flórián legendás labdarúgunk emlékére már 8. alkalommal rendezzük meg az U9-es nemzeti tornánkat. Azért U9-es torna, mert a Flóri bácsának a 9-es messzám alapján hagyományt teremtettünk ebből a korosztályjal. Sajnos a Covid idő alatt 2 évvel nem volt, de mint a tavaly évben, mint az idejében sikerült megrendeznünk, és emléket állítunk az utánpótlás részéről Flóri bácsinak. A torna most már hagyományosan nemzetközi szintűvé nőtte ki magát, 16 csapat, több külföldi csapattal, az Ausztria, a Vína, a Topolya, a Dac, a Babics Akadémia jelen pillanatban, akik részt vesznek a tornán, illetve Magyarország kiemelkedő utánpótlás akadémia és központjai. Rengeteg szülő, hála Istennek, az idősek egyenlőbe fogadott minket, és egy szenzációs tornát rendezünk. Ez egy olyan torna, amit a Népligetben rendezünk, Ferencváros égiszei alatt. Megismerhetik az itt lévő gyerekek is azt, hogy milyen egy torna, a centerpályán tudunk játszani jó időben, illetve gyerekek is átérzik azt, hogy milyen rangos tornán vesznek részt. A ferencvárosi csapat egyik legjobbja elmondta, hogy elsőként kell végezni a tornán, de az is célja, hogy minél több gólt szerezzen. Nagyon jó volt, tudtunk gólokat rúgni. Volt egy olyan, amikor itt beadták, én meghúztam és úgy passzoltam be. Az a lényeg, hogy sokat rúgjak. Az, hogy elsők legyünk, az nagyon fontos, mert hazai pályán vagyunk. Nagyon bátran, nagy mosolyan az arcodon. A többiekért tartod az odaállsz és berúgod. Fantasztikusan játszottál egész nap, gyerünk így tovább, oké? A felnőttek hétfői meccse előtt a kicsik is lejátszották a maguk derbiét az Albert Kupa elődöntőjében, ahol egy gólos hátrányból felállva nagyot küzdve jutottak a döntőbe. Ez a Fradinak a sajátja, bármilyen korosztályról is beszélünk, és nagyon jó látni ezeket a gyerekeket, mert egyrészt tényleg nagyon ügyesek, és most nem csak a fradistákról beszélek, hanem a másik 15 csapatról is, úgy itt ez egy 16 csapatos torna, 4 külföldi csapattal. És az időjárás is kegyeibe fogadott minket, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy tényleg egy szép emlékkel távozzanak majd innen a gyerekek. És azt is jó látni, hogy persze elszomorodnak, hogyha kimarad egy helyzet, elsírják magukat, de hogy tudnak már ennyi idősen is küzdeni egymásért, mert ez fontos, és ilyen korosztályban szerintem nem csak a labdarúgás, hanem az egész életre lehet tapasztalatot szerezni, hogy kisegítjük egymást abban az esetben, hogyha a csapattársam hibázik, akkor én majd kisegítem, ha én hibázok, ők kisegít engem, és én úgy gondolom, hogy ebben a tornában sokkal több van, mint csak a foci. A Fradi szív előkerült, mert a döntőbe 2-0-as hátrányban az Ausztria Vínenet sikerült megfordítani, és 3-2-es győzelmet aratni a 8. Albert Kupán. Óriási dolog, örülünk neki, a gyerekek boldogak, ez a legfontosabb, egy nagyon szép vasárnap délutáni nap volt, jó idővel, remek csapatokkal, nagyon sok nézővel, én azt gondolom, hogy egy Flóri bácsihoz méltó tornát tudtunk rendezni. Az Albert díjat is kapja, a Ferencváros játékosa, ezen gól Borcván Zeus!